Jó estét kívánok, kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója január 16-án csütörtökön. Varga Mihályjal egyeztetett dr. Dézsi Csaba András. Új rádiókat kaptak az önkéntes egyesületek és Danyi Gábor lesz a női kézilabda válogatott társszövetségi kapitánya. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte nézzük, hogy melyek lesznek ma esti kiemelt híreink néhány mondatban. kórház van elég onkológus győrben, ezt mondta Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő győrben. Gyűjtés, altatógépet szeretne vásárolni a gyermek intenzív terápiáért alapítvány. Visszatérés, újra az etóban játszik tavasztól Priskin Tamás. Havazás, téli időnk lesz a hétvégén, adásunk végén jönnek a részletek. Elég onkológus van a győri kórházban, ezt mondta Simon Robert Balázs, az országgyűlési képviselő Korózs Lajos állítására reagálva mondta ezt. Az MSZP képviselője ugyanis egy szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, a győri kórházban mindösszesen két olyan onkológus orvos van, aki a daganatos betegeket tudja kezelni. Korózs Lajos, az MSP országgyűlési képviselője azt állította, hogy a Győri Kórházban mindösszesen két olyan onkológus orvos van, aki a daganatos betegeket tudja kezelni. Ezt még tegnap egy sajtótájékoztatón mondta, melyet Pórejsz Balázsral tartott közösen. Nem normális dolog az, hogy ebben a kórházban összesen tudomásom szerint két olyan orvos van, aki a rákbetegek gyógyításával foglalkozik, de a kettők közül az egyik szintén rákbeteg, és hogyha ő maga onkológiai kezelésre szorul, akkor az általa ellátott betegek sajnos nem kapják meg azokat a kezeléseket, amelyre szükségük lenne. Erre reagált Simon Robert Balázs és Kara Ákos országgyűlési képviselő csütörtök délután győrben. A fideszes politikusok szerint nem igaz, amit az ellenzék állít. Én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben egy győri országgyűlési képviselőnek kötelessége tájékozódni, és mi ezt megtettük ma reggel Karákos képviselőtársammal, egyeztettünk és beszéltünk a kórház igazgatójával, illetve az érintett osztály főorvosával, akik elmondták, hogy ez tételesen nem igaz, ugyanis több mint tíz orvos foglalkozik az onkológián gyógyításra szoruló betegek gyógyításával egész évben és, és ezt magas szakmai színvonalon végzik, tehát amit elhangzott tegnap, ez egy nettó hazugság. Simon Robert Balázs felhívta a figyelmet az időközi polgármester választás fontosságára is. Az önkormányzati választásokon, az önkormányzati körzetekben a 16 körzetből 15-ben a mi képviselőjelöltjeink győztek, tehát csak úgy tud működni a város értelmesen, eredményesen, fejlődni képesen, hogyha a polgármester is ezen párt, az a fidesz KDMP jelöltje lesz. Kara Ákos az eseményen elmondta, a Fidesz egy olyan 20 pontos kampánytervet állított össze, amely a város fejlődését garantálja. Ez a 20 pontos fejlesztési program úgy készült, hogy a városban élők véleményét, illetve a különböző városrészi fórumokon elhangzott, vagy korábban országgyűlési képviselőkhez érkezett javaslatokat építettük bele a legfontosabb programpont, hogy Dézsi Csaba András egy nyitott városvezetést képzel el, ahol sokat konzultál, mint ahogy ezekben a napokban is sokat konzultál a különböző városrészekben. És az is nagyon fontos eleme ennek a programnak, hogy a legfontosabb várost érintő kérdések esetében előzetesen megkérdezni, kikérni az ott lakók véleményét azokra a fejlesztésekről, illetve tervezett intézkedésekről. Az időközi polgármesterválasztás január 26-án lesz Győrben. Varga Mihály pénzügyminiszterrel egyeztetett dr. Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő. A beszélgetésen szóba került többek között Győr gazdasági helyzete, valamint a jövőben rejlő lehetőségek. Dr. Dézsi Csaba András weboldalán azt írta, a győri házi orvosokkal tartott korábbi találkozóján felmerült praxis finanszírozási problémára is sikerült megoldást találni a pénzügyminiszterrel. Embercsempészt állítottak elő a Győrmoson Sopron megyei rendőrök, lébénynél szerettek volna ellenőrizni egy autót késő este a napokban. A sofőr azonban továbbhajtott. Később az M85-ösnél visszafordult, és Győrnél sikerült feltartóztatni. Az autó vezetője és egy másik férfi megpróbáltak futva elmenekülni, a rendőrök azonban útjukat állták. A kocsiban még hat ember ült, mint kiderült, szériai bevándorlók voltak. A rendőrök a migránsokat visszakísérték a határzárhoz, az ukrán sofőr ellen pedig embercsempészés miatt indult eljárás. 17 önkéntes tűzoltóegyesület kapott új rádiókat a katasztrófavédelemtől Győrmoson Sopron megyében. Az eszközöket, amelyek mintegy 6 millió forintba kerülnek, csütörtökön vehették át az érintettek. Sallai Péter a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság parancsnoka azt mondta, a most átadott eszközök használatával bővül az önkéntesek kommunikációs lehetősége. Ezek a rádiók rendkívül fontosak a beavatkozások hatékonysága szempontjából, hiszen sokszor csak így biztosítható a folyamatos és gyors kommunikáció a hivatásos és önkéntes egységek között. Új altatógépre gyűjt a gyermek intenzív terápiáért alapítvány a Győri Kórház gyermek intenzív osztályán cserélnék le a régi eszközt. Erre a célra hozták létre az Álommanó című projektet, így programokat, eseményeket szerveznek, aminek a bevételét az új eszköz beszerzésére fordítják. Eddig több mint 3 millió forint gyűlt össze. Ezt a régi altatógépet szeretnék lecserélni a Győri Gyermekintenzív Osztályon. Az új eszköz beszerzésére a Gyermekintenzív Terápiáért Alapítvány cégek és magánemberek segítségét kérik, hogy meglegyen a közel 10 millió forint, ennyibe kerül ugyanis az új gép. Az alapítvány erre a célra egy álommanú elnevezésű projektet hozott létre, így programokat, eseményeket szerveznek, aminek a bevétele az új eszköz beszerzéséhez járul hozzá. Egy altatógépet szeretnénk a gyermek intenzív osztály számára vásárolni. Van már az osztályon egy altatógép, de nagyon régi. Ez az altatógép alkalmas arra, hogy gyermekeket altassunk vele, tehát nem arról van szó, hogy most nem tudjuk a gyerekeket elaltatni, de nyilván, hogyha az ember megteheti, hogy egy márkásabb gépkocsit vásároljon, akkor nem trabantal fog mondjuk Győrből Budapestre eljutni. Tehát ez az altatógép sokkal biztonságosabbá teszi mind az altatóorvos, mind pedig az altatott kisbeteg csecsemők és gyermekek számára magát a folyamatot. A mostani eszköz is fontos szerepet tölt be az intenzív osztályon. Számos beavatkozáshoz szükséges a gyermekek altatása, ami biztonságosabbá tehető lenne egy új altatógéppel. Az intenzív osztályon súlyos állapotú gyerekek fekszenek, akiknél számos olyan beavatkozást kell csinálni, például nagy vénát biztosítani, a melkasukat megnyitni, amihez természetesen el kell őket altatni. Ezeket a beavatkozásokat végezzük itt ebben a kis kezelőben, és ehhez szükséges az altatógép. Már a decemberi jóságsüti teljes bevétele is az alapítványhoz érkezett, január végén pedig egy mesekoncerttel is várják az embereket. Disney rajzfilmek fognak kivetítőn menni, és közben a ritmus koncert zenekar fog fúvós hangszereken játszani. Az időpont pedig január 26-a fél 5 az Aporiskolának az aulája. Eddig több mint 3 millió forint gyűlt össze, az alapítvány kuratóriumi elnöke híradónknak elmondta, szeretnék, ha tavasszal már meg tudnák vásárolni az altatógépet. Mindegy két tonna élelmiszert gyűjtöttek össze a hagyományos karácsonyi jótékonysági akciójuk során az Audi Hungária munkatársai Győrben. Az adományok értéke elérte a csaknem 3 millió forintot. Ruhaneművel, játékokkal, könyvekkel teli ajándékcsomagokból pedig 400 darab érkezett a gyűjtőpontokra a felajánlásokat a Megyei Gyermekvédelmi Központ Bagolyvár gyermekotthonába, a Likocsi Segítőházba, illetve a Család és Gyermekvédelmi Központba juttatták el. A rászoruló családok száz darab laptoppal is gazdagodtak az Audi Hungária jóvoltából. Tartós élelmiszerek, számtalan játék és rengeteg csomag. Idén is meghirdette adománygyűjtő akcióját az Audi Hungária. A felajánlásokból a család és gyermekjóléti központba is bőségesen jutott. Csillagó szemekkel vették át a gyerekek az ajándékokat, amelyekből a családsegítők javaslata alapján több mint 200 család részesülhet idén. Minden évben nagyon szép mennyiségű ajándék gyűlik össze, és mindig hallgatnak is ránk az Audi munkatársai, és ennek megfelelően általában száraz élelmiszert, játékot, és olyan a családok számára hasznosítható dolgokat kapunk, amit, amit mi javaslunk, hogy szerezzenek be. Az Adnió kampány részeként nem csak a munkatársak, hanem a vállalat is támogatta az intézménnyel kapcsolatban lévő családokat. 100 darab laptopot osztottunk ki idén, rászoruló családoknak. Főként azzal a céllal, hogy az ő esélyegyenlőségüket esélyelőségüket megteremtsük, mert nagyon sokszor ezek a családok, a családjaink nem jutnak. Elektronikai eszközhöz főként olyan alapvető szükségleteiket tudják csak a bejövő jövedelmeikből kielégíteni, mint az étkezés, vagy a gyerekek mindennapi ellátása, és ez egy luxus cikknek számít, úgyhogy vagy a december 6-án Mikulás alkalmával osztottuk ki a laptopokat, és nagyon nagy örömet okoztunk ezzel a családoknak. Az Audi Sokali Kocsi Segítőház fedél nélkül élő lakóira is gondoltak. Nekik is számtalan ajándék jutott, a csomagokban édesség, tartós élelmiszer lapult, és csupa-csupa olyan dolog, ami jól jön az ort téli napokon. Sütő Csaba, a hajléktalanokat segítő szolgálat igazgatója elmondta, az Audi nem pusztán egy jobb módú ismerős, hanem munkát is ad nagyon sok embernek. Ilyenkor, amikor az Audi a jó kívánságait, illetőleg a jótékonyságát kifejti, azért látjuk azt, hogy, hogy nagyon sokszor gondolnak ránk. Az itt élő emberek ezt mindig nagyon sok szeretettel és nagy, nagy fogadják, hiszen eh, bár Jellegéből szakmai megfogalmazott körülmények között. Hát valamit átmeti jelleggel helyezünk el embereket itt, de van, aki már húsz éve itt van. Knáber Zsébet, az Audi Hungária személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja elmondta: Egy a közösségnek, mint az Audi, hogyha egy város és egy régió része, akkor ki kell nyitnia a szívét, és segítenie kell ott, ahol tud. Bár azt szokták mondani, hogy legyen egész évben karácsony hogy egész évben forduljunk azok iránt, akik segítségre szorulnak. Valahogyan mégis úgy van ez, hogy karácsonykor hatványozottabban van jelen. Én nagyon örülök ennek, és ezúton is kívánok minden munkatársamnak békés, boldog karácsonyt. Köszönöm azt, hogy segítettek megint, úgy, mint eddig. És kívánok egy boldog új évet, hogy jövőre ugyanígy támogathassuk azokat, akik segítségre szorulnak. Az idei adománygyűjtés során több mint két tonna élelmiszer gyűlt össze, csak nem három millió forint értékben. Ruhaneművel, játékokkal, könyvekkel teli ajándékcsomagokból pedig 400 darab érkezett a gyűjtőpontokra. Az adományokat a Megyei Gyermekvédelmi Központ Bagolyvár Gyermekotthonába is eljuttatják a munkatársak. Szombaton országszerte több helyszínen jön a negyedik jégpályák éjszakája. A Magyar Jégkorong Szövetség 2016-ban döntött úgy, hogy a múzeumok éjszakájához hasonlóan országos rendezvényt indít, amelyen mindenki korcsolyát húzhat. Győrben két helyszínen is várják a korcsolyázni vágyókat. A Dunakaputéren, illetve az Eto Jégsport központban is lehet csúszkálni. Idén először több helyen ki lehet próbálni a jégkorongot is, emiatt is érdemes lesz korcsolyát ragadni. Csak nem 400 egyedi készítésű herendi porcelánból készült tárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT azon a kiállításon, amely pénteken nyílik meg Győrben. A tárlatnak az Egyház -megye Triangulum Galériája ad otthont. A Herend ölelésében című tárlaton először lesznek láthatóak az 1826-ban stingl Vince által alapított manufaktúra egyedi kézzel készített darabjai. A manufaktúra történetéhez kapcsolódó darabokat, szakrális tárgyakat, minták szerint válogatott porcelánokat, és egy herendi porcelánból készült étkészlettel megterített elegáns polgári asztalt is meg lehet majd nézni. Danyi Gábor és Elek Gábor irányítja a magyar női kézilabda válogatottat március végéig, jelentette be a Magyar Szövetség. Közleményük szerint a Győri Audietó KC és a Ferencváros vezetőedzőjének társ szövetségi kapitányi megbizatása a március 20 és 22-e között Győrben sorra kerülő olimpiai selejtező tornára, valamint a Montenegró elleni hazai és idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőkre szól. Az olimpiai kvalifikációs tornán sorrendben Kína, Szerbia és az ötkarikás játékokon címvédő Oroszország lesz a magyarok ellenfele. A csoport első két helyezettje jut ki a Tokiói olimpiára. Már készül a tavaszi szezonra a VKV Eto FC Győr, az Eto 7 ponttal lemaradva a feljutást érő pozíciótól, ötödikként várja a folytatást. A téli szünetben Jócskán megerősödött a csapat, több rutinos támadó szellemű játékos is érkezett a parti csapathoz. A többi között Prisként, a más is visszatért Győrbe. A Ferencváros szerdán jelentette be a 33 éves csatár távozását, aki egy nappal később már az etónál jelentkezett edzésre. Már javában zajlik a felkészülés a VKV Eto FC Győrnél. A csapathoz érkezett a télen több új játékos is, köztük a Simon testvérek Ádám és András, valamint Gál Bálint és Tömösvári Bálint is rábólintott, kondás elemér hívó szavára. A tabella első nyolc helyezett csapata közül a Rábaparti Klub labdarúgói szerezték a második legkevesebb gólt. Ezért dönthetett úgy a vezetőség, hogy rutinos, elsősorban támadó szellemű játékosokkal erősíti meg a keretét. Tulajdonképpen igazából a felénél tartunk a felkészülésnek, ugye meg két és fél hét múlva már bajnoki mérkőzést kell játszani. Azt, hogy hol tart a csapat, az folyamatosan dolgozunk, ugye jönnek új játékosok, őket be kell építeni, össze kell szoknunk a játékosoknak, de én ezeket az időszakokat mindig arra használom fel, hogy azért kondiciálisan rendben legyünk. A jövőben ismét a győrieket erősítik Ismáté. Őz Ő Zalaegerszegről tért vissza az Etohoz, kettő és fél évre kötelezte el magát. Nagyon jó formában vagyok, Ö, kemény edzésekkel készülünk a szezonra, de kicsit, kicsit fáradt is a csapat, de ennek pont itt van az ideje, úgyhogy a bajnokság elejére szerintem ki is fogunk frissülni, és akkor rendben lesz. Priskin Tamás is a VKV Eto FC Győr csapatában készül a bajnoki rajtra. A Ferencvárostól távozó 33 éves csatár, szintén kettő és fél éves szerződést írt alá. A 63-szoros válogatott labdarúgó négy és fél év után tért nevelő egyesületéhez. Első számú cél az az, hogy a csapat felkerüljön és visszakerüljön a méltó helyére, hogy az MB1-be. Nyilván nekem is ez a célom, ez a legfontosabb, úgyhogy ezért fogunk dolgozni a tavasszal. A Kondás elemér irányított a csapatban rendkívül fontos a győrhöz kötődő játékosok jelenléte és szereplése. Nem mindegy, hogy a szomszéd fiának szurkolok, vagy akárhonnan ide jött valaki és, és annak. Úgyhogy sokkal másabb a közönség, a szurkolók kötődés a csapathoz, hogyha vannak benne helyi, helyi labdarúgók, akik, akik itt nevelkedtek, itt vannak a szülők. A pontvadászat február másodikán folytatódik, az Eto Atiszakécskével csap össze. kórház van elég onkológus győrben, ezt mondta Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő győrben. Gyűjtés, altatógépet szeretne vásárolni a gyermek intenzív terápiáért alapítvány. Visszatérés, újra az etóban játszik tavasztól prisként Tamás. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a hét hátra levő részében. Pénteken is folytatódik a jelentős időjárási eseményektől, frontoktól mentes, túlnyomóan szürke, párás, rétegfelhős hideg idő. Napközben elsősorban a nyugati, északnyugati ország részben a sűrűbb kötfoltokban előfordul ónos szitálás, hószálingozás, illetve zúzmara képződés. A kisalföld térségében megélénkül a délkeleti szél, másút gyenge marad a légmozgás. A hétvégén téli esre fordul az idő, hideg front érkezik el, gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék valószínű. Az igazi tél azonban vasárnapra ígérkezik, lehűl a levegő, észak-nyugaton tartósabb hóesésre és erős lökésekkel is kísért szélre van kilátás. Hétfőre várhatóan már eloszlik a kötfelhőzet, de marad a változó, kevés helyen felszakadozó frontfelhőzet, időnként viszont már előbb a nap és néhány fokot enyhül a hideg is. Kedves nézőink, önök az Oxigén Televízió műsorát látták január 16-án Csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órától várjuk Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra!